Megoldható és diákbarát feladatsorként értékelték a hétfői írásbeli magyar érettségi tételeit a megkérdezett szaktanárok. A Marcaliban érettségiző diákok felkészülten vágtak neki a magyar érettséginek. A magyar, hát az szerintem nagyon barátságos volt, nem volt vele szerintem semmi probléma, elegendő időt is kaptunk rá, hogy meg tudjuk oldani a feladatokat, a szövegértés is nagyon barátságos volt, így lényegében én jónak érzem, meg szerintem a többi diák is. Jót várok a matektól igazából, ott is remélem ilyen barátságos lesznek a feladatok, készültem rá nagyon sokat, és hát a töritől félek a leginkább, mert ott emelt történelemre megyek, de szerintem, ha minden diák hisz magában és meg tudja csinálni, akkor szerintem mindenkinek sikerülni fog. Egész jól. Bevallom, rosszabbra számítottam, de elég könnyű volt. Nem az, hogy könnyű volt, de jó volt, nem volt ilyen nehéz. Petőfit nyilván jobban átnéztem, hogy ugye nyilván évfordulós, de annyira nem jelent meg benne, amennyire számítottam rá, szóval úgy igazán nem. És egyébként az érettségére, a többi tantárgyra összesen? Hát mindegyikre készültem nagyon, hát majd meglátjuk, mi lesz. Reménykedek, hogy a magyar is, meg a töri is olyan lesz, mint a magyar, hogy ilyen könnyű lesz, nem lesz olyan nehéz. Igen, nem voltak a legnagyobb mumus, hát ettől izgulok a legjobban, de ugye írtunk mi próbaérettségit, és ez nem volt olyan nehéz, és abba bízok, hogy az is olyasmi kaliberű lesz. A Marcali Berzsenyi Dániel gimnáziumban két végzős osztály érettségizik az idén. Úgy érzem, hogy a felkészülés a gyerekeknek teljesen optimális volt, nem zavarta meg semmi, úgyhogy joggal várhatjuk el azt tőlük, hogy a maximumot kihozzák magukból, és sikeres érettségi vizsgát fognak tenni. A sikeres érettségit követően a többség valamelyik felsőoktatási intézményben folytatja majd tanulmányait. Ehhez az emelt szintű érettségi is szükséges. 38 fő az, aki rendes érettségi vizsgát tesz, illetve 5 fő tesz előrehozott érettségit, német nyelv, illetve digitális kultúra tantárgyakból. 31 fő fog emelt szinten érettségizni, tehát informatika, angol nyelv, biológia, matematika és történelem tantárgyakból. Tehát az elsődleges célja a társaság nagy részének az, hogy felsőfokú oktatási intézménybe folytatja tanulmányait. A budapesti közszolgálati, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre szeretnék menni, tovább tanulni, és ha ott ugye az emelt történelem, vagy magyar nyelv és irodalom közül kellett volna választanom, a többi ilyen rendvédelmi tantárgy volt, így az emeltöri mellett döntöttem. Keszthelyt és Kaposvárt jelöltem meg, egyiknél élelmiszermérnököt, másiknél pedig természetvédelmi mérnököt jelöltem meg. A Mixát iskola felső tagozatosai és a gimnázium további évfolyamainak tanulói hétfőtől szerdáig az írásbeli érettségék miatt szünetet kaptak. Csütörtöktől fognak visszajönni a 9-11. évfolyamos diákok. Ugye az érettségi folytatódnak az idegen nyelv érettségikkel. Ezt úgy tudjuk megoldani, hogy egy-egy épületrész le van zárva, hogy biztosítva legyen a gyerekek számára a nyugodt környezet. Marcaliban a középszinti érettségik június 19-től folytatódnak a szóbeli vizsgákkal. Június 19-20, illetve 22-23-án fog a két osztály szóbelizni. Az évvégi hajtás a további évfolyamokon sem áll le, a bizonyítványosztásig még bárki javíthat eddigi eredményén.